Az önkormányzat legfontosabb bevételeit adják a helyi adók, ezekből több mint 1,5 milliárd forint bevételt remélnek idén. A gépjárműadó államhoz történt átirányítása miatt 128 millió forinttal kevesebb bevétellel kell számolni az önkormányzatnak, de a helyi iparűzési adó tekintetében is közel 150 millió forinttal kevesebbet terveztek be. Az építményadó, idegenforgalmi és kommunális adó esetében a tavalyi teljesítéseket vették alapul. A helyi adók befizetése pedig most válik aktuálissá, március 15-ig kell befizetni. A kommunális adó tekintetében a postaládát kell figyelni, a vállalkozásoknak azonban az ügyfélkapujuk tárhelyét. A vállalkozások a tárhelyükön fogják az értesítéseket megkapni. Az értesítést az adófolyószámla kivonatot, abban látható, hogy egy-egy adónemet illetően mennyivel, milyen fizetési kötelezettségük van. A vállalkozások átutalással kell, hogy teljesítsék a befizetést. A magánszemélyek pedig csekken fogják megkapni, illetve a postai úton fogják megkapni az értesítést, csatolva a csekkeket is hozzá, tehát a postán tudják befizetni a befizetni való kötelezettségeiket. Jellemző egyébként, hogy sok vállalkozás vezetője továbbra sem tudja, hol és hogyan kell tájékozódnia. Ez részben információ hiánynak az eredménye, de addig beadványokat, bevallásokat nem tudunk befogadni, amíg nem teljesíti szabályosan a törvényi elvárásoknak megfelelően. Tulajdonképpen 18. január 1-e óta elektronikus úton kell a vállalkozásoknak kötelezettségét teljesíteni. A helyi adók tekintetében a befizetési határidő tehát most is március 15, mivel az ünnepnap, így természetesen március 16 a kötelezettség teljesítésének határideje. A második félévi határidő pedig idén is szeptember 15-e lesz.